Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Hetek Univerzum elemzéseink aktuális témákról. Mai adásunkban arra keressük a választ, hogy miért gyűlöli a Nyugat olyan irreális módon Oroszországot, hogy még a saját létezését is kész lenne kockára tenni az atomháborús fenyegetésekkel azért, hogy kiiktassa Európa keleti pillérét. Sokan meglepődnek, amikor az Ukrajna elleni orosz agresszióra válaszul azt hallják, hogy a szankciók között felmerül klasszikus orosz művészek és a világ kulturális örökségének részét képező remek művek betiltása. Az ilyen gondolatok nem csupán korunkdivatos eltörlési kultúrájának termékei, gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak. A napjainkban zajló orosz-ukrán háború megértése ez az egyik kulcs a 170 évvel ezelőtti krími háború okainak vizsgálata. A nyugati közvéleményben 1815 után tudatosan gerjesztett orosz ellenesség döntő szerepet játszott abban, hogy Anglia és Franciaország beavatkozott Törökország oldalán Oroszországgal szemben. A Napóleon bukása utáni korszak első európai megrázkódtatása az 1830-as lengyel felkelés és annak leverése miatti felháborodás volt. A média már a 19. század elején hasznos segítséget nyújtott az orosz ellenes hangulatkeltéshez. Oroszországgal szemben megszületett a vád, miszerint a liberalizmus ős ellensége. 1830-ban Lengyelországban katonai felkelés tört ki az orosz birodalom ellen, amelyhez a társadalom széles rétegei csatlakoztak. A kezdeti sikerek ellenére azonban a sokszoros túlerőben lévő orosz hadsereg leverte a felkelést, és első Miklós cár Lengyelország jelentős részét a birodalomhoz csatolta. A felkelés bukása után mintegy 50 ezer lengyel, többségében katona, értelmiségi és nemes emigrált nyugatra. Hatásukra az európai közvélemény körében felerősödött az orosz ellenesség. Nyugat-Európában, elsősorban Angliában nyilvános gyűléseket tartottak, amelyeken elítélték a cárt, és úgy állították be a lengyeleket, mint akik úgymond bátor férfiak, törékeny nők és gyermekek, akikkel gyalog indítottak el Szibériába meneteket, hogy bányában dolgoztassák és örökös rabságban tartsák őket, egy olyan kormányzat által, aminek zsarnokságához foghatót Néró napjai óta nem láttunk, írták akkoriban újságcikkekben. A sajtóban a cár egy emberi formát öltött szörnyetek képében jelent meg, akinek a népe egy barbár horda, akit ostorral verve masíroztatnak a háborúba, az ortodox egyház pedig megvesztegethető, erkölcstelen és korrupt. Az angol közvéleménynek azt mondták, hogy a lengyelek értük is harcolnak. Lengyelország az előretolt helyőrségünk. Ez a mi harcunk, aminek célja legalább annyira a földbirtokosok ellen szól, mint amennyire az orosz zsarnokság ellen, írta annak idején a Manchester Times, a Westminster Review pedig így magyarázta a helyzetet a korabeli 19. századi olvasó számára. A lengyelek sikere megmenti Európát a barbarizmustól, és lehetővé teszi az angol ember számára, hogy kormányzata megvalósítsa a reformokra tett ígéreteit. De miért vált a cár és országa ilyen közellenségé nyugaton, holott az oroszok döntő szövetségesek voltak Napóleonnal szemben? Részben pont ez utóbbi szövetség következménye lett a russzofóbia. Az orosz hadsereg 3 éven át tartotta megszállás alatt Párizst. Ez a látványosan megnövekedett befolyás európai hatalmakban azt az érzést erősítette, hogy egy új, szakrális, konzervatív világbirodalom befolyása erősödhet meg Európában, ami nem csak politikai és katonai kihívást jelent, hanem kulturálisan is akadályozza a francia forradalom után felszabadult, úgymond progresszív társadalmi és jogi gondolatok terjedését. A közvélemény 3 ok miatt tartotta fő ellenségnek Oroszországot. Az első, hogy a cár közkeletűen a liberalizmus ős ellenségének tekintették, aki ezáltal veszélyezteti minden polgár személyes szabadságjogát. A második, hogy kialakult egy gyanú, miszerint a brit konzervatív elit együttműködik a kormányzat arisztokratikus jellegének fenntartásában. Harmadszor széles körben elterjedt, hogy a cár India meghódítására készül, írja 2019-ben megjelent tanulmányában
Mary McCullen brit történész. Persze Napóleon után az egész kontinensen megerősödött a konzervatív régi rend a Szent Szövetség megalakulásával, de a felvilágosodás radikális eszméi a császár bukása után is terjedtek. Angliában vita alakult ki arról, hogy mi biztosítja jobban a kontinentális rend és stabilitás fenntartását, a szakrális vagy az alkotmányos monarchia, a fényes elszigeteltség vagy a liberális mozgalmak támogatása Európában. A brit gondolkodás küldetéstudata az alkotmányos monarchia és a protestantizmus terjesztésével az utóbbit pártolta. Ennek azonban útjában állt a tradicionális, erőteljes vallási alapokon álló cári Oroszország. Amikor 1833-ban Oroszország szerződést kötött az Oszmán Birodalommal, az Európát Ázsiától elválasztó Dardanellák ellenőrzéséről, a nyugati hatalmak úgy érezték, hogy Európa függetlensége veszélyben van, és az orosz invázió küszöbön áll. Az orosz ellenes hangulatot a cárnak az 1848-49-es magyar szabadságharc leverésében játszott szerepe is fokozta. Amikor Kossuth Lajos 1851-ben Angliába látogatott, a sajtó úgy ünnepelte, mint az igazi liberálist, aki harcolt a történelem egyik legálnokabb és leggonoszabb zsarnokságával szemben. Kora egyik legismertebb brit liberális politikusa, John Bright szerint ekkoriban a radikális közvélemény támogatta egy büntetőháború megindítását Oroszországgal szemben, és ez úgymond gyakori téma volt a manchesteri üzletemberek találkozóin. Az arisztokraták és a kormányzat felelős vezetői riasztónak tartották a közvélemény háborúpárti megnyilvánulásait, de a józan hangokat a radikális liberális sajtó árulásnak minősítette. Oroszország célja egy konzervatív kormányzat hatalomra juttatása Angliában. Oroszország anyagilag is támogatja az angol torikat. Ilyen címek jelentek meg a korabeli brit sajtóban. Az összeesküvés elméletek korai előképeként sokaknak meggyőződése volt az, hogy létezik egy titkos cári terv India lerohanására. A brit közvéleményben ellentmondásos kép élt az orosz hadseregről. Technológiailag elmaradottabbnak tartották a britekétől, de ugyanakkor félelmet keltett a mérete és úgymond a barbár karaktere. Az Oroszországban megforduló angol látogatók úgy hitték, hogy minden orosz ember katona, és hogy a hadsereg az orosz gazdaság alapja. A cárt rendszeresen úgy látták, mint a saját hadseregének az áldozatát, aki, ha nem elégíti ki a hadserege háború iránti vágyát, akkor az fellázad ellene. A Fekete-tenger térségében zajló orosz terjeszkedést a brit ruszofóbok úgy tekintették, hogy Miklós cár célja a Fekete-tenger orosz tengerré változtatása, aminek birtokában aztán azonnal India felé fordul majd. Meggyőződésük volt, hogy a cár ügynökei már azon dolgoznak, hogy Perzsiát és Afganisztánt is az orosz befolyási övezetbe vonják, és szent háborút szítsanak az indiai muszlimok között, előkészítve ezzel egy orosz inváziót. A brit vezetők és a hadsereg józan gondolkodású tisztjei kételkedtek az orosz invázió megvalósíthatóságában, részben az orosz haderő nagysága, részben a földrajzi körülmények miatt is. Emellett a cár is diplomáciai úton jelezte az angol kormányzat felé, hogy nincs szándékában megzavarni a brit szupremáciát Indiában. Mindezek ellenére a közvélemény továbbra is hitt az Indiával kapcsolatos orosz veszélyben, és úgy tekintették, hogy a Fekete-tenger, Törökország, Perzsia és Afganisztán jelenti a lépcsőfokokat India felé, így stratégiai kérdéssé vált az orosz birodalom területi integritásának fenntartása. Amikor 1853-ban Oroszország a jeruzsálemi szent helyek veszélyeztetésére hivatkozva hadat üzen Törökországnak, a brit radikálisok és liberálisok kritikátlanul a muszlimok oldalára álltak. Azt állították, hogy a török birodalom hanyatlása mögött nem belső okok állnak, hanem az orosz beavatkozás a török belügyekbe és Oroszország visszaszorításával a porta képes lenne úrrá lenni a problémáin. A szultánt úgy mutatták be, mint egy liberális reformert, akinek felvilágosult gondolkodása folytán a keresztények iránt vallási tolerancia volt a jellemző a birodalmában. Törökország képviselői külföldön már keresztények,
és a szultán az utóbbi időben tanújjelét adta, hogy ő felsége mentes a vallási előítéletektől, írta annak idején a Manchester Guardian. A liberális képviselők mellett a sajtó is úgy mutatta be Törökországot, mint egy ideális társadalmat, ezért logikusnak tűnt a közvélemény szemében az, hogy a Porta támogatása valójában a liberalizmus támogatását jelenti. Ahogy a konfliktus 1853 nyarán és őszén eszkalálódott, a liberális erők meggyőzték a briteket, hogy Törökország legyen a hadszíntere a liberalizmus és a despotizmus közötti háborúnak. Balwell Lytton liberális képviselő szerint az Oroszország és Anglia közötti háború egy nagy morális keresztes hadjárat a civilizáció védelmében. Ez egy háború, ami nem a mi generációnk védelméről, hanem gyermekeink szabadságáról szól egy jövőbeli Attilával szemben. A konzervatívok ezzel szemben nem tartották fontosnak a török birodalom fennmaradását, és elutasították a szultáról kialakított idealizált képet. A törököket csapásnak tartották a balkáni keresztények elnyomása miatt, és nem foglalkoztatta őket túlzottan a kérdés, hogy mi lesz a birodalom dezintegrációja után. Lord Aberdeen miniszterelnök azt írta a liberálisok vezetőjének Palmerstonnak: "Várható, hogy a török barbarizmus gyorsan eltűnik, és lehetetlennek tartott az, hogy bárki is a törökök immoralitását és fanatizmusát preferálja a kereszténységgel és az oroszok civilizációjával szemben. Félt, hogy Anglia a törökök melletti elköteleződésével saját keresztény karakterét tagadná meg, és olyan nemzetet támogatna, amelyet inkább meg kellene semmisíteni. Számítottak rá, hogy a helyzetet a balkáni nemzetek felhasználják, és felkelnek az oszmán uralom ellen, ezért Aberdeennek nem volt szándékában meghosszabbítani a mohamedanizmus politikai hibáját 20 millió keresztényjel szemben. A koalíciós kormány megosztott volt a háborúba történő beavatkozással kapcsolatban, miközben Törökország azon mesterkedett, hogy Angliát a készenlétben álló flottáján keresztül belesodorja a konfliktusba. A sajtó azonban a Lord Aberdeent egyedül támogató The Times kivételével az orosz ellenességet képviselte. Ezt a hangulatot egyházi személyek is átvették. Charles Kingsley tiszteletes például kijelentette, hogy a törökök Isten oldalán harcolnak, és a fegyveres kiállást sürgette mellettük. A háború ellenes vezetőket a cár fizetett ügynökeinek bélyegezték. Végül a török hadiflotta katasztrofális veresége hozta el a fordulatot. A sajtó úgy tálalta ezt, hogy a cár flottája tudatosan használta ki a törökök gyengeségét, hogy lemészárolhassa őket, és Oroszország célja a teljes törökség megsemmisítése. A közvélemény a brit kormány tette felelőssé, hogy a flotta nem avatkozott be az oszmán hajóhad védelmében. Újra felemlegették az összeesküvés elméletet, hogy a nemzetközi arisztokrácia összeesküdött a liberalizmus ellen. Viktória királynő férjét, Albert herceget német származása miatt azzal vádolták, hogy képtelen úgy érezni és viselkedni, mint egy angol liberális. A Daily Mail szerint a herceg részese egy konspirációnak, aminek a vezetője Lord Aberdeen, és Britanniát egy osztrák-orosz-belga szövetség és klik irányítja. A Morning Advertiser szerint pedig a cár terve egy univerzális európai birodalom létrehozása, és a cár az oszmán birodalom megsemmisítése után Közép-Ázsiát és Indiát is meghódítja. Ritkaság számba mentek az olyan hangok, mint a híres skót történész Thomas Crail véleménye, aki elképesztőnek tartotta azt, hogy keresztény emberek egyáltalán szimpatizálhatnak a fanatikus törökökkel, nemhogy háborúzzanak az oldalukon. Az eseményeket azonban már nem lehetett visszafordítani, és a háború elkerülhetetlenné vált. 1854. március 31-én Anglia hadat üzent Oroszországnak. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása, a 170 évvel ezelőtti események és a mai folyamatok közötti hasonlóság nem kizárólag a véletlen műve. Morvai Péter szerkesztőt hallották, ha szeretnének új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 68 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk, csak úgy, mint azt, hogy márciusban minden eddiginél többen 3 millió alkalommal hallgatták és nézték az adásainkat. A Hetek podcast csatornája kizárólag nézőink bizalmából és támogatásából működik, ezért minden megtekintést köszönünk, és aki teheti, kérjük csatlakozzon a Hetek podcast támogatói köréhez.
akik támogatói vagy fejlesztői szinten bekapcsolódnak a munkánkba, azok számára exkluzív hozzáférést biztosítunk számos tartalmunkhoz, és reklámmentesen nézhetik vissza a hetek élő fórumait is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a legközelebb is!